Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon örülök azért, hogy eljöttek ma este. Hadd kezdjem ezt a ma estét egy kicsit másképpen, mint ahogy szoktam. 2012-ben a családunk nehéz helyzetbe jutott. Annyira komoly válság volt ez a mi életünkben is, hogy először a feleségemnek kellett elhagynia az otthonát. Három gyerekünk van, ezt már tudják, de akkor a lányom, aki a legkisebb volt, akkor még csak 18 éves volt. Majd egy fél évre rá nekem is követnem kellett a feleségemet külföldre. Nem volt könnyű helyzetünk. Amikor az ember egyedül próbálkozik és megpróbál megállni a lábán, próbál valahogy talpon maradni, az nem egyszerű, és főleg nem szülőknek, hogyha szeretjük a gyerekeinket. És nagyon nehéz volt, hogy el voltunk választva egymástól. De abban bíztunk, hogy azért a nagyszülők ott vannak, és a nagyszülők próbálnak segíteni. Bár anyósom már régebben meghalt, és édesanyám is, de azért a két nagypapa próbálta megtenni, amit meglehetett. 2013-ban váratlan módon meghalt apósom is. És mi túl messze voltunk ahhoz, hogy haza tudjunk jönni. A feleségem úgy élte át az édesapja halálát, hogy nem lehetett ott még a temetésén sem. Ilyenkor az ember eléggé mélyen van és egészen maga alá kerül. Néhány testvérünk volt körülöttünk, akik bátorítottak bennünket és erősítettek. És volt egy énekkar, aminek a énekeit állandóan hallgattuk. Ez az énekkar a Mezőfelei énekkar volt. Akkor került föl 2012 körül a YouTube-ra az a sor ének, amelynek része volt a mai énekelt Mikor jössz te című ének is. Volt olyan alkalom, hogy amikor úgy nagyon el voltunk keseredve, és a feleségem is nagyon bánatos volt, volt egy szombat délután, amikor 40-szer meghallgattuk ezt a dalt. Egyszerűen azért, mert arról szól, hogy Jézus el fog jönni, és hogy az ő népeinek nem számít, hogy ez mikor fog megtörténni, mert annyira szereti az Urat, hogy akár mikor jön vissza, akkor is várni fogja őt.
Én nagyon örülök ennek a mai estének, hogy együtt lehetek az énekkarral. Ők ezt nem is tudták, ezt a történetet. Néhány perccel ezelőtt mondtam el félig nekik valamennyire. Akartam, hogy önök is tudják. Mi magyar emberek olyanok vagyunk, hogy énekelünk bánatunkban, énekelünk örömünkben, de sokszor az ilyen énekek, amelyek tele vannak hittel, nagyon-nagyon nagy erőt tudnak adni nekünk a próbában. Érdemes hallgatni őket, én azt gondolom. A mi témánk ma este is a szeretet himnusza, és hát beiratkoztunk a Jóisten iskolájába, és tanulunk szeretni. És ma arról fogunk beszélni, ma este eljutunk szépen lassan ennek a felsorolásnak a végéhez, és ugye ezen kívül, a ma estén kívül már csak egy előadás van a holnap esti, de ma este arról lesz szó, hogy van valami, ami soha nem történhet meg a szeretettel. És ez pedig az, hogy a szeretet, azt mondja Pál apostol, hogy a soha el nem fogy. Úgy olvassuk a Korintusi első levélben, a 8. vers egészében így hangzik, hogy a szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Azok, akik az elejétől kezdve járnak a sorozatra, és itt voltak az első alkalommal, talán van néhány szó ebben az igében, amely ismétlésként visszajön most nekünk. Amikor Pál apostol arról beszél, hogy a szeretet soha el nem fogy, szembeállítja ezt néhány dologgal. Azt mondja, hogy a szeretet nem fogy el, de a jövendőmondások, a nyelvek és az ismeret, azok megszűnnek és eltöröltetik. Honnan vannak ezek a gondolatok? Miért ezeket a dolgokat sorolja föl Pál apostol? Hát rögtön a szeretet himnusza ezzel kezdődik, nem? Itt énekeltük az énekben, a közös motto énekben is, hogyha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretet nincsen én bennem. Ugye akkor nincs is értelme az egésznek. Akkor csak pengő érc vagyok és zengő cimbalom. Pál apostol visszahozza az első gondolatot ide hozzánk. És azt mondja, hogy tudsz beszélni nyelveken? Vannak olyan dolgok, amikkel igazán szót tudsz érteni az emberekkel? Ez egy óriási ajándék, mert ezzel az ember előre juthat, és ezt a keresztény ember különösen megbecsüli, hogyha el akarja vinni az evangéliumot az egész világra. De még hogyha ez az ajándék megvan is, szeretet nélkül semmi, és hogyha megvan is, szeretettel, végül erre az ajándékra már nem lesz szükség, mert legvégül megmarad a szeretet, az nem fogy el, de a nyelvek azok eltöröltetnek. Ugyanez a helyzet a jövendőmondással. Ugye emlékszünk, hogy a jövendőmondás és az ismeret közös tőről fakad. A Szentírásban azt olvastuk és azt tanultuk, talán rögtön a legelső előadásban, hogy ezek az Isten igéjéből valók, ez az Isten kijelentése, a tudomány és az ismeret és a hit, ezek összefonódnak, és a jövő ismerete is mind-mind az Isten igéjéből való. És azt mondja, hogy végül ezek a legfontosabb dolgok, amelyek a keresztény ember számára annyira fontosak. Ezek megszűnnek, ezek eltöröltetnek, de a szeretet ezzel szemben megmarad. Az első két vers értékeit köszönnek vissza Pál tanításában. A jövendőmondás, a nyelvek, az ismeret eltöröltetik, megszűnik, és eltöröltetik, de a szeretet megmarad. Csak egyetlen egy érték. Azt írja Pál apostol, hogy a szeretet az megmarad, az soha nem fogy el. De lehet, hogy vannak itt néhányan önök között is, akik azt mondják, hogy mi szeretnénk ezzel egy kicsit vitatkozni. Mert ahogy ránézünk arra a világra, amiben élünk, úgy érezzük, hogy ez nem egészen így van.
Úgy érezzük, hogy a szeretet az egyre inkább fogyatkozik a világban, egyre inkább nehezebb az élet, és különben is a Biblia is elmondja, hogy lesznek az emberek magukat szeretők. Akkor hogy lehet ez, hogy Pál apostol állítása is igaz, és egy másik állítás is igaz, hogy fogy is a szeretet, de soha nem fogy el? Ugye hoztam egy adatot Magyarországról, 2012-es Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása, onnan szedtem ezt az internetről, a házasságról szól. Hogyha valahol még valamennyire meg kellene jelennie a szeretetnek a mi világunkban, akkor azt gondolom, hogy az a házasság, a házasságkötések száma az együttmaradás. De nézzük meg ezeket a dolgokat. Itt van egy összehasonlítás, hogy 1990-től 2012-ig hogyan alakultak ezek a dolgok, és mi lesz a helyzet 2013-ban, mert ekkor még ezt csak becsülték. Ugye azóta viszont mi már most túl vagyunk ezen. Azt mondták, hogy a házasságkötések, hogyha megfigyeljük, akkor folyamatosan csökkennek. A megszűnt házasságok száma az igen magas, és hogyha megfigyeljük, akkor nem csak azért, mert sokan meghalunk, hanem azért is, mert nagyon sokan és egyre többen elválnak. Az következik a fentiekből, hogy Magyarország lakosságának családi állapot szerinti összetétele jelentősen megváltozott a rendszerváltás óta. A házas népesség aránya 61,2%-ról 42,9%-ra esett vissza. Akkor ez annyit jelent, hogy sokkal többen élnek jelen pillanatban csonka családban, mint amennyien épp és egészséges családban, olyan bibliai mintát követve, amelyet a Szentírás tár elénk. Nem tudom, hogy mi a helyzet Erdélyben ezzel kapcsolatosan. Nem találtam sajnos magyar nyelven ilyen statisztikákat, románul meg nem értek, de biztos, hogy valami hasonló a tendencia. Még akkor is, hogyha itt esetleg egy picit konzervatív értékekhez kötődnek is az emberek, talán egy kicsit jobban, de akkor is ugyanez a tendencia sajnos minden Európai Unióhoz csatlakozó országban egyre inkább megjelenik, a nyugati társadalomban ez jelen van. Látjuk azt, hogy a nőtlenek és a hajadonok aránya 20,3%-ról szinte 34%-ra nőtt. Ez mit jelent? Nem más, mint azt a nehézséget, amelyet a fiatalok rendszeresen és folyamatosan megélnek. Ki tolódik az idő, igaz? Emlékeznek arra az idősek, hogy mennyi idő telt el az udvarlás és a házasságkötés között régen? Megismertük egymást, egy-két esztendő, volt, hogy még annyi se is, meg volt az esküvő. Ma hogy történik ez? A fiatalok megismerik egymást, lehet, hogy középiskola után azonnal, vagy még lehet, hogy középiskolában, megszeretik egymást, és együtt vannak, és eltelik 5 év, és eltelik 10 év, és van, hogy eltelik még több is, mire eljön a lehetőségük a saját ítéletük szerint arra, hogy férhez menjenek és megnősüljenek. Amíg régen megszülettek az első gyerekek, például lányoknál 19-20 éves korban, vagy 21-22 éves korban, ma arról beszélnek a világban mindenhol, hogy nem probléma az, hogyha az ember 30 után szül. Egy kicsit jobban oda kell figyelni, de nem gond, mert még ha egészséges, tehát egészséges gyerek jöhet 30 után is, és még lehetünk egészségesek, és lehetünk boldogok. Óriási dolog az, nem, hogy régen összeházasodtak a fiatalok 18-22-23 éves korba, most meg összeházasodnak 30 meg 40 között. Nagyot változik a világ. Nem könnyű ez. Az elváltak aránya folyamatosan nő, és sajnos az özvegy népesség is megjelenik. A 15 éves és idősebb népesség körében 2004-ben szűnt meg először a házasságban élők dominanciája, ami azt jelenti, hogy a 15 évesnél fiatalabbak 2004-től többségében csonka családokban nőznek föl.
apa nélkül, vagy anya nélkül. Vagy úgy vannak, mint ahogy annak idején Karinti Frigyes mondta, hogy te figyelj már, az én gyerekem, meg a te gyereked üti a mi gyerekünket. Ismerik ezt a Karintinak ezt a mondását, igaz? Mert az én első házasságomból származó gyerekem összefogva a te első házasságodból származó gyerekeddel üti a mi házasságunkból származó gyerekünket, vagy ismeri. Három gyerek egy családban, három házasságból. És ez most abban az időben ez egy olyan kirívó dolog volt, vagy nem volt annyira általános, de 2004 óta ez az általános, ez a tendencia. És az a ritka, vagy az a ritkább, azok a gyerekek vannak kevesebben, akik úgy élik az életüket, hogy ott van az édesapa is otthon, meg ott van az édesanyja is otthon. Mert általában nem így történik meg a világban. Jelentősen különböznek a férfiak és a nők körében is ezek a dolgok. Néhány dolgot csak. A nők körében 4,7-szer magasabb az özvegyek, és közel 1,3-szor az elváltak aránya, mint a férfiaknál. Tehát azt kell mondani, hogy ez a tendencia talán még a nőket egy picit jobban is sújtja. Nehezebb nőnek lenni, ez azt jelenti, egy kicsivel, mint férfinak lenni. Lehet, hogy azért is, mert a nők létszámaránya egy picit nagyobb, a nőknek az átlag életkoruk is egy kicsit magasabb, és lehet, hogy ez ebből is adódik. Mi ennek a következménye? Az a következménye, hogy a világ, az emberek szeretet hiányban nőnek fel, a szeretet hiány jelen lesz, állandóan jelen lesz az életünkben. Hogyha szeretet hiányosak vagyunk, akkor már kicsi korban érdemes erre odafigyelni, mert a szülők sokszor azt helyezik előtérbe, hogy a gyermekük sikeres legyen, és a szeretetüket azért, hogy a gyerek sikeres legyen egy ilyen nehéz helyzetben, egy nehéz világban, csak részben mutatják ki a gyermekeiknek. Akkor szeretlek téged, hogyha megteszed, amit mondok. Hogyha engedelmeskedsz, hogyha tanulsz, és hogyha jó leszel. És csak akkor, tehát a szeretetet, mint egy jutalmat használjuk föl motivációként a gyermekeinkre, mert féltjük őket, hogy mi lesz velük. De a szeretet megvonás az mindig visszajön, mindig visszaüt. Amelyik gyerek nem érzi a szülői szeretetet, az nem képes elsajátítani annak a természetét, nem lesz képes szeretni. Ezért nem tudja majd továbbadni, és így az értékrend felborul a világban. Hogyha nem tudunk szeretni, akkor nem tudunk szeretetet adni. A mintakövetés az egy szörnyű sodra ennek a világnak. Emlékeznek a 10 parancsolatra? Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Felbomlanak a házasságaink, hagyjuk őket elpusztulni, tönkre mennek a dolgok, a szeretetlenség beköltözik a szívünkbe, és ezt a szeretetlenséget, a szeretethiányt továbbadjuk a gyermekeinknek, azok meg továbbadják az ő gyerekeiknek, azok meg az unokáinknak, azok meg majd továbbadják a dédunokáinknak. És csodálkozunk azon, hogy az emberiség elfelejt szeretni, vagy nem tudja, hogy mit jelent igazán szeretni, vagy mit jelent igazán tűrni. Nagyon sok mindent tanultunk mostanában erről a szeretetről, igaz? Türelem és a többi. Sokszor előfordul, hogy a gyerek csak akkor kap elismerést, hogyha valami jót tesz. És ezzel az a probléma, hogy úgy érezheti magát, hogy neki meg kell felelnie ahhoz, hogy őt szeressék. Nem tudom, hogy önök közül, felnőttek közül nőtte valaki fel így. Hogy mindig meg kellett küzdeni az apai vagy az anyai szeretetért. Én tudom magamról, gondolhatja valaki, hogy csak akkor szeret engem az édesapám és az édesanyám, ha ezt és ezt megteszem. Nagyon rossz dolog ez. Ilyenkor a feltétel nélküli szeretet egyáltalán nem érvényesül. És a legborzasztóbb az, hogy a szülői szeretet, ahogy az apám és ahogy az anyám szeret engem, az a gyermek fejében összekapcsolódik az Isten képpel. Tudták azt, hogy olyan képünk van az Istenről, amilyen képünk a szülőnkről van? Hogyha az apánk, anyánk megver minket, akkor az Isten is ver minket.
hogyha a feltételhez kötik a szeretetüket, akkor az Isten is úgy látom, mint aki feltételhez köti a szeretetét. Akkor nem tudom elhinni azt, hogy az Isten feltétel nélkül elfogad engem, és feltétel nélkül szeret engem. Pedig az Isten ezt teszi. És így a vallás és a hit kérdésében is komoly hanyatlás következik be. Tehát a szeretet hiány egyre erősebben jelen van a világunkban. Pál apostol azt mondja ennek ellenére, hogy a szeretet soha el nem fogy. Miért? Van egy kedvenc mesém, én nagyon szeretem ezt a mesét. Nem tudom, hogy a gyerekek, fiatalok olvasták-e. Ez a terülj-terülj asztalkám. Nem csak azért jó, mert nem kell mosogatni, meg nem csak azért jó, mert főzni se kell, hanem azért, mert hogy minden jó állandósul az életben, nem? Tehát volt ennek a legénynek, sok mindene volt, ugye az üsed-üsed botocskám olyan is volt neki, ami megvédte őt, hogyha kellett, de volt neki egy ilyen asztalterítője, amit csak így leterített erre az asztalra, és azt mondta, hogy terülj, terülj asztalkám, és abban a pillanatban megtelt mindenféle jóval. Ott legbelül gyerekként is éreztem, hogy valahol valaminek igaznak kell lenni ezzel, hogy vannak olyan dolgok, amik nem fogynak el az életben. Valahogy gyerekkoromban az evést meg a szeretetet egy kicsit összekötöttem egymással. Lehet, hogy azért, mert nagyon szeretek engem a nagymamáim, és amikor mentem haza iskolából, akkor bementem az anyai nagymamámhoz, aki nagyon szeretett engem, és azt mondta, gyere, kedvencedet főztem. Aztán hazamentem, és otthon az apai nagyanyám lakott velünk, és azt mondta, gyere, gyere, Lacika, kedvencedet főztem. És addigra, mire édesanyám asztalához leültem, már kétszer ebédeltem. Úgyhogy nem csoda, hogy egy kicsit megvoltam hízva gyerekkoromban, de a szeretetet valahogy ezzel a dologgal összekötöttem. Hát valahol éreztem gyerekként is, hogy a szeretetnek nem szabad elfogynia, mint ennek a terülj-terülj asztalkának se. És gondolkodtam, hogy van-e ebben igazság, van-e ilyen a Szentírásban, és találtam egy ószövetségi történetet, ami valami hasonló dologról szól. Egy olyan dologról, hogy az nem fogy el sohasem. Nem fogy el sohasem. Néhányan, akik gondolkodnak, lehet, hogy rájönnek arra, hogy ezen a képen, nem tudom mennyire látszik, hogy itt van egy korsó, igaz, akkor itt lehet, hogy sejtjük, hogy melyik ez a történet, és valóban igaz, mert Illés prófétához kötődik ez a történet, és hagy olvassam el ma este önöknek. És szól a tesbites Illés a Gilead lakói közül Akhábnak, él az Úr az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. Különleges történet ez. Illés az Úr prófétája, oda kell állni a király elé, és el kell mondani a legrosszabb hírt, a te bűnöd miatt, és a nép istentelensége miatt, és a bálványimádás miatt jön a büntetés, és jön a nehézség. 3 évi a száj. 3 évig nem esik az eső. Egy szörnyű dolog egy olyan országban, ahol egyébként is nagyon sokat kell öntözni. A kórus volt ott, láttam a YouTube-on, hogy énekeltek Jeruzsálem környékén. Megerősíthetitek, hogy nincs túl sok fű Izraelben, ugye? Na most, hogyha még külön 3 éven keresztül nem esik az eső, akkor az valami szörnyű dolog. Miből lesz étel? Mit fogunk enni? Emberek halnak éhen. És Illésnek ezt az üzenetet kell közvetítenie. De fölmerül a kérdés, nem? Tehát, hogyha a jön 3 évig az asszály, azért az istentelenek között vannak olyanok is, akik félik az Istent. Vajon Isten különbséget tesz közöttük? Vajon az egyiket sújtja az Isten büntetése, a másikat pedig nem? Hogy fog alakulni ez a történet? Nézzük meg. Így olvasuk tovább. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzám mondván, menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik.
És a patakból lesz néked italod, a hollónak pedig megparancsolom, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék, és elméne és leül-e a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik, és a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. Különleges történet ez, nem? Sokkal kevesebb ideig bírjuk víz nélkül, mint étel nélkül. Ezért Isten oda vezeti egy bővízű patak mellé illést, és azt mondta, hogy na itt van a víz, ezt tudod inni hosszú ideig, mert ez a bővízű patak nagyon-nagyon ritkán szárad ki. Az élelemről meg én gondoskodom. Isten gondoskodik illésről, és segíti őt. Megvan oldva a víz, és megvan oldva az élelem. Különleges dolog, nem? A hollók hozzák a húst, és a hollók hozzák a kenyeret. Hát nem tudom, hogy mennyi hollónak kéne összeszednie az élelmet ahhoz, hogy most mi itt mindannyian jól lakjunk. És van egy olyan gyanúm, van egy olyan elképzelésem, hogy illés nem biztos, hogy ebben az időben minden nap jól lakott. Mondjuk egy jó megtermett holló biztos el tud hozni esetleg egy szelet kenyeret, de a legtöbb esetben ilyen kis darabkákat hoznak, igaz? Tehát valószínűleg nem volt olyan túl sok az az élelem, amin meg kellett osztozni a madarakkal. Ez azért lényeges, mert bár Isten gondoskodik illésről, ennek a csapásnak a hatása alól illés mégsem menekül, neki is éreznie kell a következményeit mindannak, ami bekövetkezik. Az egyik legfontosabb dolog, hogy el kell hagynia az otthonát, el kell hagynia azt, ahol eddig élt. Egy olyan helyre kell mennie, ahol az Isten tud gondoskodni róla. Így olvassuk tovább a történetet. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak. Jön az újabb baj. Mert nem volt eső a földre. Mit várt Illés? Hát ő maga mondta, hogy nem lesz 3 évig, igaz? Hát bekövetkezik itt is. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzám mondván. Kelj fel és menj el Sareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott, ímé, megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Hogyha az egyik helyen nem boldogulunk, akkor általában, hogyha baj van, odébb állunk egy másik helyre, ahol lehet boldogulni. Az ember mindig keresi a megélhetését és a lehetőségeit. Kiszárad ez a patak, és Illésnek tovább kell állnia. El kell menni egy teljesen idegen városba, egy idegen országba, és rá kell bíznia magát egy özvegyasszonyra. Na most nem tudom, de szerintem mindannyian gondoljuk, hogy nem az özvegyek a leggazdagabbak a világon, ugye? Kivéve, hogyha valaki milliómoshoz ment férhez, vagy milliómos idős asszonyt vett el fiatalon, és az meghalt, és örökölte a nagy-nagy vagyonát, ilyen esetleg előfordulhat számításból, de itt nem erről van szó. Ez ugyanolyan, mintha Isten azt mondaná ma nekünk, hogy menj el ide és ide, és ott van egy koldus, aki már gondoskodni fog rólad. Mert az özvegy asszonyok abban az időben leginkább koldulásból éltek, hogyha nem volt családjuk, aki eltartotta volna őket a férjük halála után. Milyen hit kell ahhoz, hogy az ember elhiggye azt, hogy az Isten tud rajtam segíteni egy kolduson keresztül? Én azt hiszem, hogy elég komoly elképzelés ez. De azt olvassuk, és felkelvén elméne Sareptába, és amikor a város kapujához érkezett, ímé egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondta néki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta néki, hozz kérlek egy falat kenyeret a kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékámban,
és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak, és az én fiamnak. És most jön a lényeg, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Mennyi kenyere, mennyi olaja, mennyi elemózsiája volt ennek az asszonynak? Annyi, hogy még azt megkészítse, és azt aztán megegyék, és az az utolsó, és utána vége, utána éhen halnak. Egy kis lisztecske, egy kis olaj, valami kenyérfélét, valami pogácsát lehet belőle sütni. A legutolsó falatok ezek. Mit tesz ekkor Illés? Felkiált Istenhez, és azt mondja, hogy hát Uram, így gondoskodtál rólam? Ennyi adatot nekem, és kész, és akkor vége? Hát ez a te híres segítséged, ez az özvegy asszony, akinek annyi pogácsája van, hogy neki meg a gyerekének elég, és akkor ezután hogy lesz, és mi lesz? Mondta pedig néki Illés. Ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbéli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. Hát ez egy nagy próba, nem? Van egy utolsó pogácsára való otthon, és Isten azt mondja, hogy ezáltal a pogácsa által és az özvegyasszony által fogok rólad gondoskodni. És Illés azt mondja erre az özvegyasszonynak, aki azt mondja, hogy mi ezt megesszük és meghalunk, hogy tudok egy jobb ötletet, add nekem az utolsó pogácsádat. És majd azután süss te, és azt edd meg te is a fiad. Most hagyj kérdezzem meg itt a jelenlévőket, hogyha én elkérem az utolsó falatot önöktől, akkor mi marad? Mi marad otthon, ha nekem adják az utolsó falatot? Mi marad? Mondják nyugodtan. Semmi. Ha az utolsót is odaadják, akkor nem marad semmi. De ez az asszony is gondolkodik, mert Illés azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy ha mégis megtenné ezt, akkor nem fog elfogyni a kolbász és a szalonna a padlásról, igaz? 3-4 csirke az olból, és sok-sok sült a hűtőből, meg a kamrából, meg a sütemények. Ezt mondja? Nem. Még mindig csak arról beszél, hogy nem fog elfogyni az a kicsi olaj, és nem fog elfogyni az a liszt. Azt mondja, hogy az meg fog maradni. Megmarad, és az elég lesz. És azt olvassuk a 15. verstől, hogy ő elment, és Illés beszéde szerint cselekedett, evett, mind ő, mind Amaz, mind annak a házanépe naponként, és a vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbéli olaj nem kevesedett meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Mi volt a csodának a lényege? Nem az, hogy hirtelen tele lett a kamra, nem az, hogy hirtelen annyi lett ott a házban az élelem, hogy 1000 embert is el tudtak volna látni, mert mi is mindent meg tudtak volna adni, ami a szem szájnak ingere. Mennyi maradt nekik? Mindig annyi, amennyi nekik elég volt. Fogta, kivette azt a kis lisztet, ráöntötte azt a kevés olajat, összegyúrta, megsütötte, odavitte Illésnek, odaadta, Illés megette, visszament, nézte a vékát, és azt mondja, hogy nézd már, hát van még egy kis liszt. És azt is kivette, és akkor nézte az olajat, hogy hoppá, még maradt benne egy kis olaj. És még azt is hozzáöntötte, azt is meggyúrta, azt is megsütötte, azt is megették, és az aznapra már hármójuknak elég volt. Majd jött a következő nap, és azt gondolta, hogy meg kéne nézni még egyszer azt a vékát.
hát ha egy kicsi lisztet még össze tudok kaparni az aljáról, nem? Mert ez úgy van, hogy amikor már nincs, akkor az ember úgy még kapargat, próbál valamit, hogy hát ha még van. És meglepetésére annyit sikerült összeszedni, mint az előtti való nap. És ugyanannyi volt az olaj is megint, és megint megsütötte a pogácsát, és megint ettek, és megint életbe maradtak. És napról napra, minden nap, ez így ment, annyira volt elég a liszt és az olaj, amennyire szükségük volt. Ez egy csodálatos történet a Szentírásban. Fontos tanulságai vannak. Miért? Mert azt mondja ez a történet, hogy az ínség az emberek bűnei miatt, és nem az Isten haragja miatt következik be a földre. Ez egy lényeges dolog. Úgy általában, ahogy a szeretetlenséggel kapcsolatban is azt láttuk, hogy az emberek hibája miatt uralkodik el a szeretetlenség a világban, sok-sok szenvedésre igaz ez, hogy az emberek bűnei miatt következik be. Aztán a második tanulság ebben a történetben, hogy bár mindenkit sújt, az Isten gondoskodik a gyermekei szükségleteiről. Nagyon sokan éheztek, és sokan éhen is haltak Izraelben. De Illés és a sareptai özvegyasszony, ők életben maradtak. Ennek az áldásnak azonban nem szabad egyedül örülni. Meg kell osztani ezt. Ugye Illés nem maradhatott ott a gondoskodó jóistennel a patak mellett. Nem könnyű lenne, hogy jön a csapás, de azért az Úr nekünk, akik szeretjük őt, ad elegendőt, nem? Elmegyünk Kiki a maga patakjához, megelégszik Kiki a maga hollójával, a többiek meg nem számítanak. Nem. Isten azt mondja Illésnek, hogy te menj el Sareptába is, majd én ott gondoskodok rólad. Hogyha mi egyedül akarunk maradni azzal a gondoskodással, amit az Isten ad nekünk, tudják, hogy mi történik? Mindig el fog fogyni az a gondoskodás. Viszont, hogyha meg akarjuk osztani az Isten áldásait másokkal is, akkor az Isten gondoskodik rólunk is, és általunk másokról is gondoskodni fog. A megosztás célja, hogy más is hitre jusson. Ez az asszony hitre jutott, hogy Isten gyermekei bevégezhessék a küldetésüket. De hogyan vonatkozik ez a történet a szeretetre? Csak egy picit próbáljuk meg átfordítani. A szeretetlenség az ember bűnei miatt uralkodott el a világunkban. Az emberi önzés miatt, az emberi harag miatt, amiatt, hogy nem keressük az Isten akaratát, amiatt, hogy nincsenek már bibliai erkölcseink, és még sorolhatnánk az okait a szeretetlenség kialakulásának. A második dolog, hogy bár mindenkit sújt, Isten mégis tanítja az ő gyermekeit szeretni. És megpróbálja azt a szeretetet megőrizni, amelyet ő ad a gyermekeinek. Hogyan lesz nekem elég az Isten szeretete a szeretetlen világban? Hogyan lesz az, hogy én ebben a világban nem fogok szenvedni a szeretetlenségtől? Hogyan lesz elég az, hogy előveszem az Isten igéjét, és kapom az ő áldásait, és az a szeretet, ami a gyülekezetben megadatik, a templomban, ami megadatik az Isten igéje által, az a kevés, az a kicsi pogácsa, az elég lesz. Hát csak úgy, hogyha azt a szeretetet, amit az Isten nekem ad, azt továbbadom másoknak, nem? Hát ebben a történetben, ha a szeretetre értelmezzük, akkor a szeretet az a korsóolaj, akkor a szeretet az a lisztecske. Ha magamnak megeszem az utolsót, ha magamra használom a szeretetet, azt az erőt, ami még bennem van, mi lesz velem? El fog fogyni. Nem lesz több. A szeretet az csak akkor képes bővölködni, ha tovább adjuk, ha megosszuk másokkal. És ez egy csodálatos tanulság ebben a történetben. És ezt nekünk gyakorolnunk kell. Ahhoz, hogy a szeretet soha ne fogjon el, minden nap meg kell osztanunk azokkal, akik szenvednek a szeretet hiányától. Mert ez a mi küldetésünk. De ugye érezzük azt, hogy azért mégis kétfajta szeretetről beszélünk. Miközben a szeretet egy része elfogy, a másik megmarad. Ez a két fajta szeretet az egyik részről az ember szeretete.
Az a szeretet, ahogy az ember képes szeretni. A Biblia szerint ez a szeretet, ez a fajta szeretet múlandó. Míg az Isten szeretete az, amely soha el nem fogy, mert az Isten szeretete az örök. Az ember szeretete az nagyon sokszor gyarló és hibákkal van tele. Nem tudjuk úgy szeretni az embereket, a testvéreinket, barátainkat, szeretteinket, családtagjainkat, ahogy arra nekik szükségük van. Sokszor csak úgy tudjuk szeretni az embereket, ahogy arra mi képesek vagyunk. És ez sokszor nem elég. De az Isten szeretete nem ilyen. Az Isten szeretete az tökéletes. Az Isten mindenkit úgy szeret, ahogy arra az embernek szüksége van. Egy példát hagy mondjak az ember szeretetére. Számomra az egyik legkedvesebb apostol az Péter apostol. És ez a történet, ez nem más, mint Péter árulásának vagy tagadásának, máshogy mondva tagadásának a története. Ugye emlékszünk erre a történetre. Jézust elfogják a Getsemáné kertjében, és Péter János után megpróbál beoldalogni valahol a kis kapun azért, hogy figyelje, hogy mi történik majd Jézussal. És ekkor megtörténik a baj. Háromszor megtagadja Jézust. Ez a történet, de hogy kezdődik mindez? Azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán. Mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai, de miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Mi az, ami megüti a tanítványok fülét? Az, hogy mindnyájan meg fogtok botránkozni bennem. Mindannyian el fogtok engem árulni. Hát nehogy már az Úr egy kalap alá vegyen bennünket, ugye? Gondolja Péter is azonnal. Elkezdik egymást nézni, eleve is hasonlítgatták egymást már az éjszaka legelején is, már a vacsoránál is. Nem volt senki, aki megmossa a lábukat, nem volt szolga, és ezért nagyon haragosak voltak, és azon gondolkodtak, hogy na lássuk, ki lesz közöttünk a legrosszabb, a legkisebb, a leghitványabb, aki majd hajlandó lesz lehajolni és megmosni a többiek lábát. Mert azon gondolkodtak ott, azon az utolsó estén is, hogy ki közöttük a nagyobb. Nem volt közöttük igazán szeretet. És hogyha valaki azokat az embereket megpróbálja egy kalap alá venni, akikben nincs szeretet, akkor azok tiltakozni fognak ez ellen. Igaz? Mert abból élnek, mivel nincs szeretet közöttük, hogy valamivel megpróbálnak kitűnni a többiek közül. És azért nagyon sértő azt mondani, hogy te se vagy külön, mint a másik, te is csak ugyanolyan vagy. Ha nincs bennünk szeretet, akkor ezt nem tudjuk elfogadni. És ezért látjuk azt, hogy ekkor Péter így szólt Jézushoz, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Azt mondja Jézusnak, hogy lehet, hogy ebben a teremben, itt, ahol ülünk, itt az összes tanítvány közül, az összes el fog árulni téged, de én nem fogom megtenni, mert én külön vagyok, mint ő. Tiltakozik benne az emberi természet ez ellen. Nagyon sokszor, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy mi bűnösök vagyunk, tiltakozik bennünk az emberi természet. Hát lehet, hogy a Juliska bűnös. Múltkor is, ahogy jött haza a templomból, elég sokat pletykálkodott. Másra hallgattam, csak állandóan mondta, hogy hát, mert tudod-e, hogy ez meg ezt csinálta, az meg azt csinálta, és akkor ez meg így volt, akkor az meg úgy volt. Igaz? Meg tudom, hogy a Pistának is van vaja a füle mögött, mert az meg már harmadik hete vagy negyedik hete nem jön az ima házba. De hogy én is bűnös legyek, olyan nincs. Miért van az, hogy az Isten azt mondja állandóan és folyamatosan a Bibliában, hogy te bűnös vagy? Miért mondja újból és szegezi neki az embernek ezt a kijelentést, hogy te bűnös vagy? Mindannyian megbotránkoztok bennem. Mindannyian bűnösök vagytok.
Azért, hogy elkezdjünk mentegetőzni, mint Péter, hogy azt mondjuk, hogy nem, dehogy is, Uram, ha mindenki bűnös is, én nem vagyok. Nem. Az Isten csak egyetlen egy dolgot szeretne ilyenkor elérni. Hogy tegyük fel a kezünket, és adjuk meg magunkat. És mondjuk azt az Istennek, hogy Uram, igazad van. Csak ezt annyira nehéz elmondani, nem? Azt mondja az Isten neked, nekem, nekünk, nincs benned elég szeretet, a te szereteted elfogy. És erre mi kézzel, lábbal tiltakozunk, és azt mondjuk, hogy nem, mi tudjuk egymást szeretni, mi úgy szeretjük egymást, mint senki más. Ahelyett már, hogy elmondanánk, hogy igazad van, Uram, az, ahogy én tudok szeretni, az kevés. Mert az én emberi szeretetem önző, mert az én emberi szeretetem gyarló. Én nem vagyok képes úgy szeretni, mint ahogy te szeretsz engem. Mit válaszol erre Jézus? Azt, amit Péternek? Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Nem, hogy egy bűnöd van, hanem egyszerre mindjárt lesz három. Amikor azt gondolod, hogy jaj, most már minden rendben van, mindig akkor szokott jönni a baj, nem? Újból és újból. És aztán Péter ez ellen is megpróbál tiltakozni és védekezni, és azt mondja, hogy nem, ez nem így van, Uram, hogyha kell, én meg is halok érted. Ugye ezt olvassuk, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Szigeti Jenőtől hallottam ezt a mondatot. Elmondom úgy, ahogy ő mondja. Az a baj a mai kereszténységgel, hogy meghalni talán tudna Jézusért, csak élni nem tud érte. Ugye milyen igaz mondat? Milyen igaz gondolat? Úgy szíven üt mindannyiunkat, hogy úgy persze, úgy hősködni úgy tudnánk. És lehet, hogy még a virtus el is venne odáig, vagy a harci szellem, mint Pétert is. Ő meg tud halni az Úr Jézusért, jönnek a katonák, és előkapja a kardot, amit addig ott rejtegetett Jézus háta mögött, mert Jézus nem adott fegyvereket a tanítványoknak, és lecsapja vele a Málkus fülét, a főpap szolgájának a fülét. Sokra megy a hősködéssel, nem? Hogy ő kész meghalni az Úrért. Mi történik akkor? Egy fül bánja, amit az Úr Jézus gyorsan vissza is gyógyít, pont az ő érdeke miatt, hogy legalább Péternek ne legyen olyan baja, mert az Úr tudja, hogy neki szüksége lesz még Péterre. Ilyenek vagyunk mi, emberek. És ezután megtörténik, hogy Péter elmegy, és valóban elárulja a mesterét, háromszor tagadja meg, ismerik a történetet, valóra válik Jézus szava. Ilyen az ember szeretete az Isten iránt. De a történetnek van egy csattanója János evangéliuma szerint. A 21. fejezetben a következőt olvassuk. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ugye Jézust elárulták, Jézust Péter megtagadta, Jézust keresztre feszítették, Péter elment halászni Galileába, a többiek azt mondták, hogy mi is megyünk veled, és az Úr utánuk megy, egész éjszaka halásznak, és nem fognak semmit, de az Úr meg kint a parton ül, egy tüzet rak, és süti a halakat. A tanítványok jönnek ki éhesen, megint a tóról evezve kifelé, érzik a finom sült halhúsnak az illatát, és rájuk néz Jézus, és megkérdezi tőlük, hogy na, fogtatok-e valamit, van-e mit ennetek? És nekik megint be kell vallaniuk azt, hogy nincs semmi, hogy nem fogtak semmit. És akkor Jézus odahívja őket, és azt mondja, hogy jó, akkor gyertek, üljetek le,
akkor gyertek, egyetek, és akkor megint az Úr ad nekik elegendőt, és megint az Úr látja őket vendégül. És akkor, amikor a bűnös emberek ott megpihennek az Úr mellett, az a Péter, aki eddig szinte nem is találkozott még Jézussal a feltámadása óta, ott ül Jézussal szemben, vagy Jézus mellett, és a vacsora után, amikor Péter már úgy békességben van, Jézus felteszi ezt a kérdést. Mondd, Péter, jobban szeretsz engem, mint ők? Péter tudja, hogy baj van. Hát ő annyira fogadkozott, hogy ha kell, meg is hal, ő ha mindenki elárulja is, akkor ő akkor is kiáll, és mégis megtagadta. És leállítja a fejét, és azt mondja, hogy Uram, te tudod azt, hogy szeretlek téged. És Jézus azt mondja, hogy oké, menj és legeltesd az én juhaimat. Vesz egy nagy levegőt, Péter megnyugszik, és ülnek tovább a tűz mellett. De tovább megy a történet, és azt olvassuk itt, hogy akkor ismét szólt hozzá másodszor is Jézus, és azt mondta, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Van ebben a mondatban egy különös dolog. Jézus mindig ezt mondja, hogy Simon Jónának fia. Nem azt mondja neki, hogy Péter. Nem azt mondja, hogy Péter, te a kő, a szikla, aki bizonyságot tettél rólam, nem azt mondja, hogy Simon, Jónának fia, te a régi, aki fogadkoztál, és aki úgy nagyon-nagyon akartál, na te, jobban szeretsz engem ezeknél? Te szeretsz engem? Tényleg szeretsz engem? Azt olvassuk, hogy Péter azt válaszolja, hogy igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És Jézus megint ezt mondja, hogy rendben van, akkor őrizd az én juhaimat, bárányaimat. És Péter már nem ül olyan vidáman, és már nincs felsóhajtás, hogy no, lehet, hogy megúsztam ezt az estét, mert Jézus harmadszor is beszélni kezd. És azt mondja, hogy Simon, Jónának fia. És én azt gondolom, hogy ahogy ezeket a szavakat kimondja, Simon legszívesebben süllyedne el. Ott se lenne. Háromszor tagadta meg Jézust. Jézus háromszor kérdezi meg azt, hogy szeretsz engem. És azt mondja, szeretsz engem. Azt olvassuk, hogy megszomorodik akkor Péter, és harmadszor is azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És Jézus újból azt mondja neki, hogy jó, akkor legeltesd az én bárányaimat. Miért annyira fontos ez a történet? Mert ebben a történetben kétféle szó szerepel a szeretettel kapcsolatosan. Mi magyarban nem különböztetjük meg ezeket a szavakat. Károli is mind a kétszer így fordítja, hogy szeretszél engem, és te tudod, hogy én szeretlek téged. Szeretszél engem, és te tudod, hogy én szeretlek téged. De az eredetiben, a görögben ez két különböző szó. Mert más az, ahogy az Isten szeret bennünket, és más az, ahogy mi szeretjük az Istent. Amikor Jézus először kérdez, azt a szót használja, hogy agapé. Azt mondja, hogy agapasme, szeretsz-e engem. Az agapé az, amiről mi tanulunk most itt. Az agapé az, ami soha el nem fogy. Az agapé az, ami a végtelenségig türelmes. Az agapé az, ahogy az Isten szeret engem. Ahogy az Isten szeret minket. Az, ahogy Péter fogadkozik, hogy én is így szeretlek viszont téged, Uram.
így próbálta bizonygatni, hogy ő is ezzel az önfeláldozó, ezzel a hatalmas, ezzel a csodálatos szeretettel szereti az Istent. És ezt kérdezi Jézus, hogy tényleg ilyen csodálatos, nagy és hatalmas szeretettel szeretsz engem? De a másik szó, amivel Péter válaszol, az az emberi szeretetre vonatkozik. Azt jelenti, hogy szeretlek téged, mint barátomat. Ragaszkodom hozzád. Tehát Jézus megkérdezi, hogy szeretsz engem? És Péter azt válaszolja, hogy ragaszkodom hozzád. Erre Jézus megint megkérdezi, hogy szeretsz engem, és Péter azt válaszolja, hogy ragaszkodom hozzád. És a legcsodálatosabb és a legkülönösebb a harmadik kérdés. Mert egészen eddig a két kérdésig az a benyomása az embernek, hogy Jézus azt várná, hogy Péter azt válaszolja, hogy igen, én törekszem arra, hogy azzal az agapével, azzal az önfeláldozó, csodálatos szeretettel szeresselek viszont téged, mint ahogy te szeretsz engem. De az Isten újból és újból bebizonyítja nekünk, hogy mi erre képtelenek vagyunk. És Jézus harmadszor már nem azt kérdezi, hogy megvene benned az az isteni szeretet, amivel én szeretlek téged. Hanem azt mondja, hogy Péter, valóban ragaszkodsz hozzám? És azt mondja erre Péter, Uram, te mindent tudsz. Ebben benne van, hogy én nem tudlak úgy, te tudod, hogy én nem tudlak úgy szeretni, ahogy kellene. De én, ami tőlem telik, azt meg tudom tenni. Én ragaszkodom hozzád. És akkor az Úr ugyanazt mondja Péternek, hogy akkor menj és legeltesd az én bárányaimat. Akkor gyakorold ezt a szeretetet a nyáj felé. Szeresd az embertársaidat is, úgy, ahogy engem szeretsz. Nem tudsz úgy szeretni, mint ahogy én szeretlek téged, de szeress legalább minden embert úgy, ahogy engem szeretsz. Ragaszkodj úgy másokhoz, ahogy hozzám ragaszkodsz. Mert megtanultad a hibáidat, rájöttél arra, hogy milyen fogyatkozásod van, és most már bölcsebb vagy. És most már ez a szeretet az én áldásommal elég lesz. És ez a szeretet nem fog elfogyni, mert ezt a szeretetet is megáldom, és megmarad mindvégig. Ez az Isten áldása Péteren. Azért csak két gondolat az örök szeretettel kapcsolatosan. Hogy mennyire szeret bennünket az Isten? Gyönyörűen fogalmaz az Ószövetség két helyen is. Ézsaiásnál azt mondja, hogy hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Megtörténhet, hogy egy édesanya nem szereti a gyerekét? Nagyon ritka, de megeshet. Azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten jobban szeret bennünket, mint az édesanyánk. Jeremiásnál pedig azt olvassuk, hogy Isten így szól a gyermekeihez. Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Megjelent az Isten örökkévaló szeretete Jézus Krisztusban mi hozzánk. Ilyen nagy szeretettel szeret minket az Isten. És nem azt várja, hogy mi így szeressük őt viszont. Mert mi ezt nem tudjuk megtenni. De azt tudja, hogy járhatjuk ezt az iskolát. Tudja, hogy az az emberi ragaszkodás, amire mi képesek vagyunk, az elég ahhoz, hogy a szeretetet egészen addig tudjuk gyakorolni, amíg ő vissza nem jön. Álljunk föl és imádkozzunk együtt. Drága jó atyánk, köszönjük neked azt a szeretetet, amelyet a szívünkbe adtál. Köszönjük neked azt a szeretetet, amelyet úgy adtál, hogy egymást szeressük, és amelyre képesek vagyunk mi is. Uram, nem akarunk már fogadkozni, hogy mi mindenkinél jobban tudjuk szeretni egymást, és téged, és másokat.
mi is Péterrel együtt ma este csak annyit tudunk mondani neked, hogy fogadd el azt a szeretetet, ami a miénk. Ami csak annyi, mint egy kis olajos pogácsa. Annyi, ami sokszor csak egy napra elegendő. Mert megosszuk ezt a szeretetet egymással, és sokszor úgy érezzük, hogy estére már alig marad belőle valami. De olyan különleges csoda az, Uram, hogy minden nap átélhetjük, hogy a következő napra megint adtál ugyanannyit. Sőt, lehet, hogy még bővölködni is fogunk benne. Még az is lehet, hogy egyre több lesz és több lesz, minél többször megosszuk a rászorultakkal. Mert nem csak egy Illés van, és nem csak egy sareptai özvegyasszony. Bizony sok olyan ember van a világon, aki szeretet nélkül éli az életét. Uram, tégy bennünket jó diákjaiddá. Add, hogy ezzel a szeretettel tudjuk élni az életünket, és hogy jól vizsgázzunk szeretetből a mi emberi kapcsolatainkban. Ámen. Ámen. Holnap este az utolsó előadás jön. Hát sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment ez az egy hét. Holnap este arról beszélünk, hogy a szeretet felkészít az életre. Fontos gondolatok ezek. A 13. fejezetnek a hátra levő gondolatait vesszük végig, ami még hátra van a 9. verstől egészen a 13-ig. Néhány példát hozott Pál apostol, amelyek szintén nagyon fontosak és nagyon tanulságosak. Erre az utolsó estére is várok mindenkit nagyon sok szeretettel. De most még a kórus itt van, és még meghallgathatjuk őket. Az Úr áldjon meg benneteket a szolgálatban. Téged szívből nagyon,
Ismered jól az élet.